Aloha, bogyókák! Sziasztok, hátizsákozók! Üdv újra itthon! Üdvözlünk újra a csatornánkon titeket! Most érkeztünk haza a kéthetes floridai nyaralásunkról. Disney World, Universal Studios, fú, nagyon-nagyon szuper két hetünk volt. És ahogy pakoltuk ki a bőröndünket, észrevettük, ó, ezt is hoztuk, mennyi mindent hoztunk. Hű, de jó lenne ezt mind megmutatni nektek, de ha ezt most nem tesszük meg, akkor mindent el fogunk pakolni, meg elajándékozzuk őket. Úgyhogy úgy döntöttük, hogy gyorsan felveszünk nektek egy haul videót. Ez az első ilyen témájú videónk, úgyhogy borzasztóan izgatottak vagyunk, vagy legalábbis én nagyon izgatott vagyok. Ha még nem ismertek minket, akkor én Andis vagyok, ő pedig Viktor, mi vagyunk a Hátizsákkal a Föld körül. Utazó vlogokkal, Disney vlogokat találtok a csatornánkon, hogyha eddig mi nem iratkoztatok fel, akkor nagyon sokat jelentene nekünk, hogyha feliratkoznátok a csatornánkra, és nyomnátok egy kis csengőt, hogy értesítést kapjatok az új videóinkról. Grácián! Köszönjük szépen, na akkor csapjunk is bele! Miket hoztunk? Elsőként mutatunk egy olyat, amire azt mondtuk, hogy nem fogunk venni. Soha nem veszünk, mert nem éri meg. Hát de, vettünk. Magic Band Plus-t. Kettőt is, képzeljétek el. Edleg Viktor ugye nagyon szereti technikai kütyüket, úgyhogy nagyon szeretett volna Magic Band Plus-t, ami ugye egy teljesen újdonság, most jelent meg nem régen a Walt Disney World-ben. Erről majd egy rövid videót készítünk nektek, úgyhogy nézzétek meg azt is, és ott többet megtudtok a Magic Band Plus-ról. Szóval milyet választottál? Az enyém a négy parkos, mind a négy parknak az ikonja rajta van, úgyhogy bárhol fel lehet venni. Én pedig hasonlóan egy univerzáliset szerettem, amit sok mindenhez fel lehet venni, úgyhogy Mickey van rajta, a közepén is, illetve a karpántján is, vagy csuklópántján is, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem, és ezzel a feketével annyira jó szerintem mindenhez illik. Szóval Viktor megfűzött, hogy én is vegyek egy Magic Band Plus-t, úgyhogy van két Magic Band Plus-unk. Szupi! És hát ugye tudjátok, hogy mi nagyon szeretünk enni, mert ezt így láthattátok, meg láthatjátok a vlogjainkban, úgyhogy nagyon-nagyon örültem, amikor megláttam ezt a könyvet, ami a Walt Disney World 50-es évfordulóra jelent meg, és isteni finom étkeknek a receptjeit tartalmazza. Vannak benne egyébként tök jó fotók is, receptek, ilyen interjúszerűségek, úgyhogy nagyon várom, hogy elkészüljünk belőle valami finomság. Az első biztos, hogy a Grey Stuff lesz, mert hogy benne van a receptje, amit nem tudtunk megkóstolni, mert nem voltunk a Be Our Guest restaurantban, de aki ismeri a Szépség és a Szörnyeteknek a töterét, és esetleg látta angolul, azt tudja, hogy milyen nagyon ajánlja, és ha nem hiszitek, akkor kérdezzétek meg az evőeszközöket, meg a tányérokat, meg az összes törvényétel. Igen. Hú, én már kezdek kiszáradni. Egészségünkre. Ígyunk, nem floridai hőség, de ígyunk. Itt már teára van szükségünk, mert jó ideg van. Egyébként ez az 50-es kollekció egyik része, ez a bögre, ezt márciusban szereztük be. Ez pedig a monoréles. Please don't clear up the doors. Por favor, mentan geze al de las puertas. Vagy valami ilyesmi. Imádjuk. Na, megyünk tovább. Szintén egy szuvenírt hoztunk magunknak, vásároltunk magunknak. Ez egy puzzle készlet, ami a négy parknak a különböző jellegzetességeiről egy-egy képet tartalmaz, 500 darabos puzzle. Borzasztóan tetszik, hogy mind a négy park megjelenik benne, és gyönyörűek a képek, szóval fantasztikusan jól néznek ki. Ezt nem lehetett kihagyni. Ez egy nagyon szuper dolog szerintem, mert nem csak addig lehet az élményekről beszélgetni, amíg kirakja az ember, hanem egyébként ezek 64x36 centis képeket adnak, és utána azt be lehet keretezni, és feltenni a falra, és akkor meg milyen jó elhoztuk az otthonunkba Walt Disney World parkjait. És hogyha már alig várjuk, hogy jöjjön a következő út, akkor ilyen kis cuki visszaszámlálós kalendáron lehet lapozgatni, pont fordítva, amikor már nullával kezdődik az a tök. És akkor lehet menni újra Walt Disney World-be? Vagy akár bárhova. Egyébként több mindent is be lehet állítani, lehet saját visszaszámlálás, születésnap, stb. És a másik oldalán pedig egy öröknaptár van. Ezt egyébként a Character Warehouse-ban sikerült megszerezni, láttam már Párizsban is. Igen. De azért fél áron jobban tetszik, mint Párizsban a teljes áras. Ha már a Character Warehouse-nál járunk, akkor onnan szereztünk be karácsonyfadíszt. Igazából mi szerintem csak öt különböző dolgot gyűjtünk, alapvetően pineket, hűtőmágnest, bögréket, karácsonyfadíszeket,
és szatyrokat. Szóval a karácsonyfa dísz, ahol lenne lehetőségünk van, szoktunk karácsonyfa díszeket vásárolni, és tök jó áron volt ez a négy fém egyébként, fém mikis karácsonyfa dísz, úgyhogy ezzel bővítettük a kollekciónkat. Ha már itt tartunk egy karácsonyfa dísz, akkor hoztunk egyet Pandorából is, porcelán dísz. Az 5 éves évfordulóra adták ki ezt a dizájnú kollekciót. Nagyon-nagyon tetszik nekünk, úgyhogy hoztunk egy ilyet is a karácsonyfánkra. Itt van ez a fantasztikus 9 darabos Star Wars hűtőmágnes. Egy kicsit megsínlette az utat, ezzel nem tudunk sajnos mit csinálni. Egyébként ezt ajándéknak szánjuk majd. Nagyon tetszenek a jelenetek. Ezek inkább a retro filmek, gondolom a legújabbakból vannak. Igen. Ha már ajándékokról beszélünk, akkor hoztunk egy ilyen kis minis konyhai kesztyű szettet, tetszik rajta nekünk mini, és ugyanilyen mind a kettő, gumis a hátulja, szóval eléggé jól felfogja majd a hőt, úgyhogy ezt is ajándéknak hoztuk. Folytatjuk az ajándékok sorát, hoztunk egy minis kis bevásárló szatyrot, ami füles, tök jó. Mici mackó. Cipzára, szóval be lehet húzni, nekünk tökre tetszik, egy teljesen egyszerű kis bevásárló táska, de szerintem nagyon aranyos ezzel a mini mintával. És ahogy ajándékokat gondolkodtunk, hogy mivel fogjuk majd rakni, és úgy gondoltuk, hogy hozzunk rendes ajándéktáskát is, és ez a mi kis dizájn, ez nagyon megtetszett nekünk, ez a fekete alappal, és a citromsárga Mickey formában, még szintén Mickey-k vannak, szóval ez a full Mickey-s táska, ugye ebbe fogunk majd ajándékot átadni. És egyébként Walt Disney World-nek most exkluzív ajándéktasakjai vannak az 50-es évforduló kapcsán, ez a legkisebb méretű van, közepes meg nagyobb is, és itt van rajta Tinkerbell, nem tudom magyarul, Chingling, igen, Chingling. És a másik oldalán látjátok a kastélyt, és a kastélyt pedig az 50-es évfordulóra készült szobrok figurái alkotják, és velük lehet találkozni a parkban, a Magic Band Plus-szal már lehet nekik integetni, és hogy szia, itt vagyunk, és ők vagy hangot adnak ki, vagy zenélnek, úgyhogy nagyon szuper, és nagyon szép egyébként ezzel az iridescent színben pompázik még a füle is, a belseje az egyszerű fehér, de nagyon szuper. Ezt speciál magunknak hoztuk, csak hogy nekünk is legyen szuvenírunk belőle, de ajándéktársának is tökéletesen szuper. És ugye ismeritek a mondást, hogy nagyon éhes vagyok! Úgyhogy hoztunk egy kis harapnivalót is. Igen, mutasd a kedvencedet. Kedvencem. Ez a Crispy Treat, mert jól kikrispy treatelték. Igen. Szóval ez egy puffasztott rizs, pillecukorral összekeverve, ilyen Mickey formájúra, csokiba mártva és isteni finom. Cukor, csoki drasé, M&M's van rajta, igen. Ez a Halloween változat. Igen. Erről pedig sajnos leperegtek az M&M's-ek, ilyen mini M&M's-ek vannak rajta amúgy. De ettől még gondolom ugyanolyan finom lesz, úgyhogy nem félünk ettől. Kibírta a repülőt, amúgy féltünk ettől is, de teljesen rendben van, hogyha hazaérkezett. Már alig úgyhogy várom, hogy megegyük. Na ezért is kellett a holt minél előbb felvegyük, mert elfogynának ezek a finomságok. Mert akkor hol volt, hol nem volt, lett volna belőle. Így van. És akkor jöjjön minden egyéb, ami Walt Disney World-ből van, de vagy ingyen volt, vagy csak úgy kaptuk, vagy valamihez járt, szóval nem kimondottan vásároltuk. Az első ilyen, az a Magic Band. Fogom én. Igen, egy Star Wars-os Magic Band, ezt az Attraction Ticket-es jegyünkhöz kaptuk ajándékba. Tök jól néz ki egyébként. Most már nem jár, de érdemes nézni egyébként, hogyha szeretnétek jegyet vásárolni náluk, mert szoktak ilyen akciókat bedobni. Az Attraction Tickets-nek a linkjét majd beírjuk nektek, nem szponzorált tartalom, abszolút nem. Nem állunk velük kapcsolatban, de mindig náluk vásároltuk a jegyet. Tök jó akciók szoktak lenni, sokszor van gyerekáron felnőtt jegy, 14 napos jegy, 7 napos jegy áráért, szóval nagyon megbízunk bennünk, minden mehet online, szóval nagyon szuperek, ügyfélszolgálat mindig nagyon gyorsan reagál, szóval abszolút szeretjük őket. És így néz ki a Magic Band egyébként, hogyha felveszitek. Csak gyorsan meg akartam mutatni, úgyhogy szupi. High five! Ő egy ajándék utálvány, nincs már rajta semmi, azért mondom, hogy nem tartalmaz semmilyen értéket, de egyébként bármilyen összeggel fel tudjátok tölteni, ez egy Halloween-es. Láthatjátok, Mickey és Minnie, ilyen kis
Halloween-i sapkába. Ezeknek nincsen plusz extra költsége, $15 minimum, amit fel kell tölteni a kártyát, és ezt 100%-ban le tudjátok vásárolni, és milyen szuper kis szuvenír, hogy haza lehet hozni. Nagyon, igen, nagyon sok dizájnban lehet kapni, úgyhogy választatok egy szupert, ami a legjobban tetszik nektek, és akkor ezt haza is tudjátok hozni. Jártunk a Galaxy's Edge-ben, ez nem titok, és beugrottunk egy kis italt inni az Ogas kantinába, úgyhogy ha már ott voltunk, emlékbe elhoztuk ezt a két söralátétet, nagyon menő egyébként, ilyen pici mini evok van az egyiken, a másikon a kantinának a logója. Annyira jó. Tök szuperul néz ki, egyébként többféle van. Sőt, hogyha valaki ilyen, mi ez az exkluzív tumblr-szerű valamiben kéri az ital. Van egy saját pohara az Ogas kantinának, amit ott meg lehet vásárolni, a souvenir cup lényegében, akkor adnak hozzá 8 ilyen pohárral átétet is ajándékba, úgyhogy tök jó lehet hozni. Mi a sajátunkat hoztuk el, de ezt így is kapja az ember ott. És ha már pohárral átétnél járunk, akkor sikerült bejutnunk egy olyan étterembe, ahol márciusban nem sikerült. Most is másfél órát vártunk rá, hogy feljussunk a lounge-ba, de voltunk a Space 220 étteremben, ami tulajdonképpen a világűrben fogyasztatod el az ételeidet, italaidat, és ez egy akkora élmény volt, tavaly nyitott az étterem, márciusban nem sikerült bejutnunk, nagyon szerettünk volna, most sikerült végre, úgyhogy kértem két pohár alátétet, két vadonatúj pohár alátétet. Igen, mert kicsit eláztattuk hangjánket. Igen, úgyhogy ez is egy tök szuper dolog volt, ugye, mint az Ogas kantinában elhoztuk, ezt is elhoztuk emlékbe. És ha már itt tartunk, akkor italok. Ittunk koktélokat, néhányat az út során, és sokszor a koktélokhoz adnak, tehát tesznek bele ilyen kis világító kockákat. És ezek kikapcsolhatók, tehát van bennük elem, többféle színben is pompáznak. Látom, hogy nem látszik annyira jól a videóban, de van ilyen színváltós funkciója is. Igen, minden blogger így csinálja, vagy aki holokat készít. Szóval, hazahoztuk ezt a kis kockát is, egyébként a Mácius útról van két lótuszvirágunk is, úgyhogy nő a kollekció szépen. Illetve voltunk egy másik nagyon jó étteremben, ahol már szerettünk volna olyan formában eljutni, ahogy most eljutottunk, hogy mi is ez. Ez a Crystal Palace, ahol most ilyen karakter meet and greet-es étkezés van, tehát járkálnak körbe karakterekkel, találkozhatsz, elkezdhetsz, aláírnak, stb. Igen. És ugye ebben az étteremben a Mici Mackó sztárjai azok, akik körbejárnak, és kaptunk egy ilyen kis emlékkártyát. Jaj, igen, olyan jó. Jó, hátulján itt van. Igen, mert hogy Friendship Celebration, Friendship Day Celebration van. Igen. A hátulján itt az étterem logója, Magic Kingdom és az aláírásai a különböző szereplőknek, ez is ilyen kis emlék. Igen, nagyon szuper volt, Pici Mackó, Tigris, Malacka és Füles voltak az étteremben, úgyhogy az ő aláírásuk van ezen is. És ha már még mindig az evésről beszélünk, nem tudjuk elengedni ezt a témát. Az igazság, hogy Walt Disney World-ben ez annyira nagy dolog. Igen. Más, nem olyan, mint Párizsban. Itt tényleg kulináris élvezetek párnak az emberre. Igen. Úgyhogy meg elmentünk egy olyan étterembe, amit szintén nagyon régóta terveztünk, hogy megnézzünk, kipróbálunk. A Hollywood Studiosban található a Sci-Fi Dining Restaurant, vagy Sci-Fi Dine Theater Restaurant pontosabban, és ezt a cuki szipi kapot, ilyen kis poharat kaptam az üdítő mellé, ha emlékszem, talán Sprite-ot kértem bele, nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy ugye rajta van a logó, van hozzá egy kis szívószál, újra használható, és ha feltöltődik fénnyel, akkor utána világít. Tök igen, menő ilyen kis igen. Emlék. Hát főleg gyerekeknek, de most ki nem gyerek, aki van Disney-ben meg. Disney-ben mindenki gyerek. És hogy az éttermekkel folytassuk, látjátok ezeket a füzéreket a nyakunkban, de ezek a Polynesian-ből vannak, ugyanis voltunk az Ohana-ban vacsorázni végre, sokadjára, nagyon, nagyon sok szenvedés után, de sikerült, és miután ugye ez Hawaii témájú, ezért lehet kérni ilyen füzért, és ezt is elhoztuk magunknak, úgyhogy aloha! Aloha, barátaim! És egy másik nagy álmunk volt, hogy megnézzük, milyen is az a Not So Scary Halloween Party. Halloween. Amerikában nagyon menő ez a Halloween téma, nálunk ugye nem, teljesen más kultúra, így van, de érdekes, és szerettük volna megnézni, úgyhogy elmentünk a
Mickey's Nuts Oscary Halloween Party-ra ilyen kis karszalagot kaptunk, illetve kaptunk még mellé egy-egy ilyen kis táskát. Let's do this! Amiben lehet egy gyűjteni az este folyamán, vagy inkább éjszaka folyamán a mindenféle édességeket, amit Instagramon már láthattatok. Ha még nem láttátok, mert mondjuk nem követtek minket Instagramon, akkor ne felejtsetek el bekövetni, itt a képernyőn látható címen, illetve leírjuk majd az infoboxba is, hogy hol találtok meg minket. Láthatjátok, hogy vajon mennyi csokit sikerült összegyűjtenünk röpke 3-4 óra alatt. Igen. És a partiról egyébként elhoztuk a kis brosúrát is, ami tartalmaz minden hasznos információt, egyrészt, hogy milyen üzletek vannak nyitva, hol mi kapható, hol vannak az exkluzív fényképészeti lehetőségek, hol lehet fotót készíteni, mik az exkluzív ételek, italok, amik a partin kaphatók, itt egy teljes térkép a Magic Kingdomra, illetve itt megtalálható az üzletek listák is egészen a Landonként felsorolva, szóval ez is egy szuper emlék, és itt van rajta egy kis szellem nekünk, hogy emlékezzünk rá, hogy próbáltak ijeszgetni, de nem sikerült, mert nagyon jól érzik magunkat. És amikor a parti véget ért éjfélkor, egy óra körül, akkor minden távozó vendég kapott egy ilyen parti exkluzív A4-es szerű méretű képet. Ilyen exkluzív parti fotó. Egy tök jó kis emlék. Igen. Lehet rakni, be lehet fénykép keretbe rakni. És ez is Walt Disney World 50-es, Walt Disney World 50-es, így van. Itt látszik alul, úgyhogy erről is tudjuk, hogy mikor volt. Nagyon szuper. Ja, igen, természetesen, ugye ettünk, ittunk, jól mulattunk, úgyhogy mindenféleképpen volt még éskóla! Éskóla! Mondd el kérlek, milyen ez az éskóla? Ez a Coca-Cola 50-es évforduló egyedi kiadású dizájnú üvege, flakonja, ugye itt látszik is az 50-es kastély nagyjából, és ilyen különleges, színátmenetes, iridescent színekben pompáznak ezek a flakonok, úgyhogy muszáj volt egy ilyen kólát vennünk, és ez már üres. Szóval igazából mi csak a flakont hoztuk haza, de ez meg egy olyan szuvenír dolog, amit eldönt az ember, hogy hazahoz vagy nem, mi szeretjük az ilyen dolgokat, mert szeretünk rá visszaemlékezni, úgyhogy nekünk ez is szuvenír. És egy újabb olyan dolog, ami gyűjthető, igen. Park specifikus dizájnok vannak, mi ugye a Magic Kingdomből hoztuk el, ott vettük, de van minden parknak saját ilyen kólája. Biztos észrevettétek, hogy a pineket nem mutattunk, mert hogy ugye gyűjtjük a pineket, de annyi Disney pinünk van, hogy ennek egy külön szekciót szentelünk. Ezeket hoztuk magunkkal a Disneyből, úgyhogy most jöjjenek a bögrékek! Bögregyűjtőként állandóan sasol az ember, hogy hol talál olyan bögrét, amilyen dobog a szíve. És mikor márciusban voltunk Walt Disney World-ben, Universal-ban, a NASA-nál, Kennedy Space Center-ben, mindenhol bögre, bögre, bögre. Az igazság, hogy annyi bögrét hoztunk haza, hogy már ki kellett üríteni egy teljes szekrényt, hogy beférjenek a bögrék, mert már nem tudtuk hová tenni őket. Szóval akkor lényegében nagyon bevásároltunk, és most megmondom őszintén, hogy nem nagyon volt olyan bögre, amit úgy kifejezetten nagyon szerettünk volna hazahozni, kivéve kettőt. Úgyhogy most kettő bögrét hoztunk, teljesen meg is vagyok lepve, nem baj, pinekkel bepótoltuk. Köszönöm. Az első bögre az egy Starbucks-os bögre lesz, vagy van. Ez a Magic Kingdom-os exkluzív, 50-es bögre. Cuki Baba Pink a belseje. Itt van rajta a nagy 50-es, illetve a park különböző nevezetes, látványos attrakciói, valamint természetesen a különféle Starbucks italok találhatók meg rajta. Szerintem piszok jól néz ki, nagyon jó ez a nagyon téma. Szép. Nagyon szép. Mert nagyon várom, hogy ebből így a kávét. Egyébként rengeteg ilyen Starbucks-os bögrét lehet találni, rengeteg dizájnút, de mi annyi bögrét nem szerettünk volna, mi nagyon szeretjük a Starbucks italokat, de ez kifejezetten tetszett, úgyhogy ilyet igen, ez a hozni. Ez az Itt voltam kollekció része, ez egyébként ismerős lehet, itthon is van. Ugye Budapest, Debrecen, különböző Starbucks kávézóknak ilyenjei. Hát a Magic Kingdomnek is van. Walt Disney World több parkjának is van ilyen bögréje. Ő az egyes bögre volt. A másik bögre az pedig Universalból van, és karácsony, egy grincses bögre, ez a alap fekete bordó vagy piros kockás design, és vannak rajta pici grincs fejek,
grimaszokat vág természetesen, és ugye Mikulás sapkában van, hogy ez nagyon megtetszett, úgyhogy a karácsonyi forró csoki, puncsot, bármit lehet majd ebből inni, úgyhogy ez a másik, ami nagyon tetszett nekünk. Ennyi volt a két bögre, amit hoztunk. Igen. És most nézzük, mit vásároltunk a Universalban. A Universalban lehet ilyen újra tölthető poharakat vásárolni, aminek van egy egyszeri díja, és utána minden nap csak az újra töltését kell fizetni, egy egyszeri napi díjat, és vannak ilyen Coca-Cola Freestyle automaták, amiből több mint 100 felüljítőt lehet vásárolni. Nagyon, nagyon praktikus, egyébként ha a tetejét megnézitek, akkor csak simán le lehet pattintani. Beletöltitek a jeget, meg az üdítőt, utána szépen könnyen rá lehet pattintani, hallottatok is, hogy tök jól rácuppan, és onnan lehet inni, ott van egy kis lyuk, és ez tök jó, mert viszonylag jól le lehet zárni, letömíti. Azt nem mondom, hogy lehet így forgatni, amikor tele van üdítővel, de legalább nem folyik ki alapvetően belőle. 10 percenként lehet újra tölteni, azért ez elég nagy, mi egyébként ketten ittunk belőle, és kettőnknek ez egy teljesen megfelelő egyszeri ivásra. Park minden pontján van ilyen freestyle automata, úgyhogy nagyon szuperül megéri, és milyen jó, itthon is lehet Universal-os pohárból inni. Többféle dizájn közül is lehet választani, ez a Universal Orlando Annual Pass holdereknek, az éves bérleteseknek a dizájnja, de nagyon sok szuper dizájn közül lehet választani, úgyhogy nagyon szeretjük. És ha már maradtunk az Annual Pass holder témánál, választottunk egy ilyen kis atléta trikó szerűséget is. Ugyanez a design, szerintem tök jól néz ki. És most 50% kedvezményre lehetett megvásárolni, tök jó. Folyamatosan ajándékok után kutatunk, és találtunk egy ilyen szuper Amerika kapitányos pajzsot. Ez a Metal Earth kollekció, ragasztás nélkül lehet összerakni filmalkatrészekbe, tehát elég tartósan különböző dolgokat, és hát ugye a Marvel univerzum franchise-ába is rengeteg ilyen Metal Earth-ös ajándékot lehet találni, úgyhogy mi hoztunk egy ilyet haza. Nagyon jól néz ki, nagyon tetszik. Ajándékba. Ajándékba. Ugyanennek a márkának van egy Universal földgolyós változata is. Ez is ajándék magunknak. De ez tényleg magunknak. Nem tudom, hova fog még kerülni, de már nagyon várom, hogy összerakjuk, szerintem tök. A Wizarding World-ből nagyon nehéz nem ajándékkal kijönni. Nekünk már van egy varázspálcánk, azt is márciusban szereztük be, viszont szerettünk volna a Gringottsból is valamit magunkkal hozni, és látjátok, ez egy Gringottsos boríték, és képzeljétek, tudjátok, mi van benne? Varázslópénz. 10 dollár értékű varázslópénz. Valamilyen bankjegynek hívják, Gringotts bankjegynek hívják egyébként angolul, és tök jó, a másik oldalán egy csomó részlet rajta van a felhasználásra, egyébként 10 dollárt fizet érte az ember, és 10 dollár értékű bankjegyet is kap, és ezt 10 dollárért be is váltják egyébként az üzletekbe, tehát el lehet költeni ott a varázsló világban, és nagyon vicces volt, ezt szeretném elmesélni, 20 dollárossal fizettünk, és akkor kaptunk vissza 10 dollár mugli pénzt, meg a 10 dollár Gringottsos bankjegyet, úgyhogy ez annyira jó volt, hogy mondta, hogy mugli pénzt ad vissza. Nagyon tetszik, és annyira jó, hogy ilyen szép borítékban érkezik, úgyhogy ez ajándéknak is tök jó, mi szuvenírként magunknak hoztuk. Hopsz. És hát Viktor a pinfüggő nem tudott eljönni a Universalból. Viktor pinfüggő. Nem tudott eljönni Universalból pin nélkül. 2 darab pint vásároltunk. Ugye 2 park van a Universal Orlandóba, az Islands of Adventure. Hát ez ilyen egyszínű, nem tudom mennyire fog látszódni, remélem kicsit látszódik. Illetve a Retro Universal Studios logóból készült egy-egy pin. Beleleptem meg magamat. És ezzel el is érkeztünk a Universal végére. Universal! Következzenek a pinek! Viktor bemutatja. Köszönöm szépen, már is bemutatom a pineket. Nagyon sok szép pinnel jöttünk haza. Ugye láttátok már a karácsonyfa díszeknél a Pandora 5. évfordulós karácsonyfa díszt, ugyanebben a témában, gyönyörű pin, tele részletesen kidolgozott szépségekkel. Ez az egyik nagyon-nagyon nagy kedvencem az útról. Találtam egy nagyon cuki dumbósat is, aminek az alján mutatja a várakozási időt, van egy kis eszköz alján, amit lehet tekergetni, és akkor tudod változtatni. Az 5 perc az ideális.
Igen, 5 perces. Mindadok, legyen mindig minden 5 perces. Ugye, ha kicsit is ismertek már minket, akkor tudjátok, hogy mi nagyon szeretjük a Haunted Mansion-t, illetve a Phantom Manor-t. Úgyhogy hoztunk 2 darab Haunted Mansion témájú pint. Az első az a Haunted Mansion logója. A másik pedig az egyik ismert szereplő, Madame Leota. Mind a kettő nagyon szupi. Imádjuk őket, főleg én. A Starbucksból nem csak bögrét hoztunk magunknak, hanem pineket is. Ezt nézzétek, a Starbucksnak van saját pinje, tehát egy pinszettje. Ez szintén a Walt Disney World 50-es kollekcióból van, tehát ezt erre adták ki, és a 4 park jellegzetességei találhatók rajta. Szerintem nagyon-nagyon jól néz ki, és ugye ez most limitált, hiszen ez csak most kapható az 50-es évforduló alatt. Nekem az egyik nagy kedvencem, ha nem a kedvenc parkom, az Epcot, és ott van egy nagyon frankó éjszakai ilyen fénysó és tűzijátéksó a Harmonious, úgyhogy mindenféleképpen akartam látni magam egy Harmonious-os pinnel. Nagyon szép, különböző nyelveken körbe le van írva az, hogy Harmonious, színes, mint maga az egész show, meg az élet. Imádom. Epcot a fesztiváljairól híres, és tavasszal, amikor ott voltunk, volt Flower and Garden Festival, akkor nem hoztunk róla pint, de milyen jól tettük, mert most kedvezményesen hozzájutottunk. A karaktervárhozban, így van. Igen, most egyébként Food and Wine Festival volt, onnan nem hoztunk pint, de ez amúgy így nagyon cuki, úgyhogy ilyet hoztunk magunknak. Illetve hoztunk egy ilyen pinszetet, ami ajándék lesz szintén. Igen. Mindenféle Mickey Eggeres téma van rajta. Ez összesen 10 darab fantasztikus pint tartalmaz. Tök jó. Nagyon szép. Már említettük, hogy voltunk az Ohanában vacsizni, ami tényleg fantasztikus élmény volt, és hoztunk onnan is egy Polynesian Village Resort-os pint. Tök jó, hogy ilyen kis láncon lóg alatta a felirat, 2 részes, nagyon jól néz ki. Mickey és Minnie éppen énekelgetnek. Mindig vadászunk aktuális pinekre, és a 2022 az abszolút aktuális, hiszen 2022-ben voltunk Walt Disney World-ben, úgyhogy a 4 fő karakter pedig körbeforog 2022 körül, hogy nagyon tetszett, hogy ilyen mindenképp kellett nekünk. Amit még nem is tudhattok rólam, hogy Viktor Alien mániás, soha nem Toy Story Alien mániás, soha nem láthattátok, úgyhogy teljesen meglepő, hogy egy Toy Story Alien-es pint is hazahoztunk. Szerintem picok cuki, ahogy ott a kampóban van. Semmire egy Toy Story Land, ugye ez a Toy Story Landnek a hivatalos egyik pinje, nagyon-nagyon cuki. És hát ugye Halloween időszakában vagyunk, úgyhogy felszerelkeztünk Halloween témájú pinekkel is. 2 darab, ez most hülyén fog hangozni, karácsonyi lidért nyomás témájú pin, de ami végül is Halloween. Úgyhogy egy Jack és Sally, nagyon cuki. Illetve egy Jack és Zero. Imádatos mind a kettő, nagyon-nagyon tetszenek. Illetve az idei Halloween kollekcióból 2 pin, egy Marveles, szerintem ez nagyon vicces, rajta van pókember, vasember, minden ember benne van, és Halloween témájú, illetve a hivatalos 2022-es Halloween pinek közül, amiből rengeteg féle van, Mickey Eggereset hoztuk, mert nagyon cuki ezek a tök lámpások, meg is be van öltözve tök lámpásnak. Igen, nagyon helyes. Nagyon jól néz ki. És ami még nincs a kollekcióban, igen, de mindenféleképpen szerettem volna, hogy legyen. Ezek az eredeti klasszikus Mickey és Minnie, a fekete-fehér változat. Úgyhogy van egy pici fekete-fehér Minnie és a hozzátartozó fekete-fehér Mickey. Halál édesek ezek is. Ezek voltak azok a Disney pinek, amiket vásároltunk. Nehéz. Igen. Súlyra is nehéz, mert ugye ezek fémek. Valamint új pinboardot kell vásárolnunk, mert már nem fér, ugyan. Már sajnos a 30-as Disneyland Párizsoknek sem fértek fel rá, úgyhogy ők is várakozó állásban voltak. Igen, úgyhogy itt az ideje, pinboard. Pinboard. És akkor most jöjjenek a hűtőmágnesek. Hűtőmágnesek! Hűtőmágnesek után is mindig ott kutatunk, amerre járunk nyilvánvalóan, úgyhogy ahol ettünk. A Wilderness Lodge-ban, a Whispering Canyon Café van, imádtuk azt a helyet márciusban, halálra röhögtük magunkat, ha nem láttátok azt a vlogot, mindenképp nézzétek, meg belinkeljük lentre. Bohócot csináltak belőlem, ugye? Illetve hát én magamból nyilván, úgyhogy nézzétek meg azt a videót, nagyon jól fogtok rajta szórakozni.
És ugye voltunk a Polynesian Village-ben is vacsorázni, onnan is hoztunk egy hűtőmágnest, és ugye ebből pinünk is van most már. De innen hoztuk ezt a hűtőmágnest, és annyira szép, nagyon-nagyon jó, nagyon szép ez a dizájn, nagyon tetszik. Epcot Food and Wine Festival, Wine Around the World, szerintem nagyon vicces, és nagyon jól néz ki. Ez a dizájn amúgy tök szép, nagyon sok terméken lehetett látni a hasonló színes dizájnt. Sajnos bögre nem volt, pedig nagyon szerette van egy Food and Wine-os bögrét. Meglepetés. Alien hűtőmágnest. Halálcuki, nem tudom mit mondani, az halálcuki 3D-s mágnes, nagyon szeretem. És hogyha 3D-s mágnes, akkor van egy 3D-s kastélymágnesünk is, 50-es témájú, az 50-es feldíszített kastély van rajta, már alig várja, hogy a hűtőn legyen. Ha a Wizarding World-ben jár valaki, akkor nem hagyhatja ki a bajsört. Iszonyatosan finom, ismeritek a történetből, biztos vagyok benne a bajsört, és ez van megörökítve egy ilyen igazi sörös korsóban, ez is hűtőmágnes, rajta van egy Butterbeer, csak ugye picivel látszanak a betűk, de ezt mindenképp szerettünk volna hozni. Ugye egyértelműen Hogwarts-os hűtőmágnes hoz az ember még a Wizarding World-ből, ugye alumni vagyunk, hiszen ugye mi is régi tagjai vagyunk a Roxfortnak. Öreg diákok. És még ugye a két különböző parkban két különböző része található meg a Wizarding World-nek. Az egyik az Hogsmeade, ugye Roxmort, a másik pedig az abszolút Diagon Alley, és egy-egy kép van a két park részről, illetve hát a két Wizarding World rész, hogyha ezt a két hűtőmágnest is hoztuk onnan. Sort két attrakcióval folytassuk szerintem. Az egyik Pandorához köthető, ez a Navi River Journey-nek, ez a majdnem 3D-nek tűnő hűtőmágnese, nekem nagyon-nagyon tetszik. Óriási. És nagyon nagy, hát látjátok, ez alig fér be a kezembe. Igen. És akkor beszéljünk egy kicsit a Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind! Imádom. Az egyik legjobb, tényleg az egyik legjobb hullámvasút. Ugye ez Epcot legújabb attrakciója, tehát Walt Disney World jelenleg legújabb attrakciója, Epcotban található, most nyitott meg nem régen, pár hónapja, csak vircsökjúval lehet rá felülni, meg Lightning Lane, szóval abszolút top attrakció. Abszolút. Mindenki, igen, mindenki erre akar felülni, úgyhogy hoznunk kellett onnan a hűtőmágnest. Annyira cuki, ott ül Mordáj, meg Groot a ride-nak a kocsijába, amiben mi is ültünk. Őzletjó. Nagyon szuper az a ride. Hoztunk ajándékba is hűtőmágneseket, ezeket gyorsan megmutatjuk nektek. Teljesen egy ilyen általános Floridát bemutató térképes hűtőmágnes, szerintem egyiken nagyon szép, el lehet rajta nézelődni elég sokáig, hogy mit találhatók itt. Egy mini cupcake. Nagyon cuki, nagyon megtetszett nekünk. Egy ilyen floridás Disney-s hűtőmágnes, ami rajta van három cuki jóbarát. Napszemekben hasító mini hűtőmágnes. Nagyon-nagyon jó pofa. Szintén Disney-s floridás, egy picit másabb, de ugyanaz, mint az előbb mutattam, csak egy másfajta dizájnban. És szintén Disney-s floridás hűtőmágnes, mert hogy rengeteg ilyen dizájn van, de annyira jó pofák, hogy mindegyikből hoztunk. És végezetül 2022-es floridás hűtőmágnes. Ezek az utóbbiak, amiket mutattunk, azért nagyon jó, mert látjátok, nem törnek el. Ledlöki a gyerek a hűtőről, semmi gond, vissza lehet rakni. Ezek ilyen gumiból készült hűtőmágnesek. Nagyon praktikus, igen. Ennyi volt az összes hűtőmágnes, amit hoztunk, és akkor most jöjjenek a pólók! Pólók! Disney pólókat sok helyen lehet vásárolni, nem csak a Disneyben, nem csak a Character Warehouse-ban, hanem egyébként a Walmartban, Targetben, meg egy csomó helyen lehet kapni, úgyhogy mindig nyitott szemmel járunk, hogy mi az, ami igazán megtetszik, úgyhogy amit rajtunk láttok, ezek is ilyen pólók. Viktoron van ugye Epcot mintás, ami imádja az Epcotos parkot, Epcot parkot, miket beszélek. Igen, rajtam pedig Pixar mintás van, hogyha így látjátok, a Pixar lámpa van színesen a pólón folyamatos mintában. Úgyhogy már ezek is erre az útról vannak, és nagyon szeretjük őket. És sikerült egy csomó féle, főleg mikis pólót találnunk, amit tetszenek. Például ezt a szürke alapú, de sárga-zöldes Miki dizájnt. Már nem emlékszem, hogy melyik honnan van, csak mutatjuk nektek, hogy nagyon tetszett ez a póló. A következő... kék alapon Miki. Oh boy! Oh boy! Oh boy!
Nagyon cupi. Következő szintén Miklós található, ahogy megrajzolódik a rajzfilm figura, és a végén pedig egyébként itt van színesben, már teljes díszletgazdagon, és egyébként ez full hímezve van, hogy nagyon jól néz ki, nagyon szuper ez a póló. Ennyi van rajta egyébként összesen. Ez pedig az 1971-es retro Walt Disney World-ös póló, szürke színen, piros-sárga, narancs, kék színben a kastély az elején, hát ugyan pedig, Walt Disney World 1971! És ilyen tök szép piros csíkos körbe az egész póló. Nagyon jól néz ki. Nagyon jól néz ki, retro, de tök szuper. És akkor egy csomó Mickey design, színes Mickey. Ez ugye az eredeti póz, amiben Mickey-t megálmodták. Ugye ez annak a dizájnja. Ebből van egy ilyenünk is. Szerintem nagyon aranyos. Menne a Magic Band-en. Azt akartam igen mondani, hogy... A Magic Band Plus-omhoz, de jó, mert annak is ilyesmi a mintája. Tök jó. És egy másik színes Mickey. Én azt ték mintás, hogy nem tudom. Nem tudom, de nagyon jól néz ki, nagyon tetszik. Tök szupi. Szupi. Úgyhogy ennyi pólót vásároltunk az úton. És akkor most jöjjenek a szupermarketekből összeszedett cuccok. Ó, boy! A kéthetes utunk alatt voltunk Targetben, Walmartban és Trader Joe's-ban, mindegyik üzletet nagyon szeretjük más dolgok miatt, és néhány apróságot azért hazahoztunk, amit nem fogyasztottunk el ott, úgyhogy hát kezdjük is. Igen, egyenlőség illet tehetünk Amerika és a Mac and Cheese közé, úgyhogy 5 dobozos Mac and Cheese! Csináljunk magunknak a finom Mac and Cheese, sajtos makaróni. Kraftos az eredeti, amit a legjobban szeretünk. Ezért legjobban egyébként árban. Imádom. Hoztunk különlegességet, amit nem találtunk máshol. Ez teriyakis tengeri alga. 6 csomag van benne, még nem kóstoltuk meg, úgyhogy nem tudom megmondani, hogy mennyire finom vagy szörnyű íze van. Minden esetre annyira izgalmas, hogy ezt ki kell próbálni, úgyhogy hoztunk egy ilyet megkóstolni. Nagyon könnyű, úgyhogy nem is értem, hogy lehet ilyenekkel jól lakni, de okay. Nagyon szeretünk ropogtatni, és nagyon szeretjük például a cashew-diót, úgyhogy nagyon megörültünk, amikor a Trader Joe's-ban találtunk ilyen csillis fokhagymás ropogtatni való pirított cashew-diót, isteni finom lehet, még ezt sem bontottuk ki, de már nagyon, nagyon jó lenne. Nyam. Tudok a nyálunk rögtön. Teljesen ilyen véletlenszerű dolog, tonhalak, de olyan ízesítéssel, amiket itthon nem nagyon találunk, például halapenyós. Ez citromborsos, következő ez thai chilis, ez zöldfűszeres fokhagymás, és ez pedig édes chilis, úgyhogy mindegyiket meg akarjuk kóstolni. Fél áron voltak körülbelül egyébként, úgyhogy azért egy-egy tasakkal hoztunk belőlük. Nem csak mi vagyunk kávéőrültek, hanem az ismerőseink is, úgyhogy ajándékba hoztunk dominikai köztársaságból származó finom Trader Joe márka alatt futó kávét. Szemes kávét. Uh-huh. Amúgy jól is néz ki, de biztos, hogy nagyon finom is lesz. Remélem, majd megkínálnak. Van egy édesség, amit nagyon kevés helyen lehet kapni, és képzeljétek, még ezekben az üzletekben sem, ezt benzinkúton vettük. 7-Eleven. Nem? Igen. Hershey's Cookies and Cream perec. Olyan, mint a sós perec, csak ilyen cookies and cream-es bevonattal, és isteni finom, annyira. Teljesen véletlenül találtam márciusban ilyet, és annyira megkívántam, hogy kibírtam, képzeljétek el, hogy a 2 hét alatt nem ettem belőle, hanem hazahoztuk, úgyhogy majd amikor nagyon nosztalgiát köszönöm, nosztalgiázni szeretnénk, akkor majd eszünk ebből. Halloween. Ha már Halloween, akkor tudjuk, hogy minden, ami tökös, az mehet ilyenkor, úgyhogy nézzétek, mit találtunk. Tökös tortilla chips, Trader Joe's. Nagyon jól néz ki. Ezt sem bontottuk fel. Mondjuk ezt annyira nem volt nehéz nem felbontani, mert annyi finomságot ettünk egész nap, de azért... Nagyon kíváncsiak, hogy milyen lesz. Nyam. És még Halloween, mi is van a Halloweenkor? Ja, trick or treat-elnek a gyerekek, úgyhogy... Hoztunk egy kis csokit. De ne aggódjatok, a vércukorszínű miatt nem mi fogjuk megenni. Ezt ugyanis bentre a munkahelyünkre visszük be meglepetésként a gyerekeknek. Csokit vagy csíny? Csokit. Nagyon finom a felemet. Csokit. Ne csíny nem kell, köszönjük. Csokit adunk.
Illetve találtunk még egy nagyon jó tökös dolgot a Trader Joe's-ban. Ezek pedig eszpresszós kávébab szemek, ilyen pumpkin spice-os bevonattal piszok jó. Úgyhogy ezt is mutatóba hoztuk ismerősöknek ajándékba. Fehér csok is tökös. Ah, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. És mivel zárjuk a sort, hanem mással, mint fűszerekkel. Milyen fűszereket hoztunk? Hát kezdjük akkor a legkézenfekvőbbel, ami a pumpkin pie spice. Ebből kettőt is hoztunk, mert na, tapasztalat nagyon gyorsan elfogy. Az ember képes mindenre rárakni, de leginkább kávéra. Isteni finom, egy jó, nagyon jó. Jó cappuccinóra rászolni. Nálunk ilyen mixet kapni nem lehet. Nem lehet. Fűszer, sajt. Bármire rárakod, sajt ízű lesz. Ezt nem lehetett ott hagyni, ilyet nem láttam még sehol. Hoztunk egy Cajun style fűszerkeveréket is. A Mardi Gras-kor ettünk Cajun-ös fűszerezésű, nem is tudom, mi volt, kolbász, meg krumpli, meg szósz, meg minden, úgyhogy szerettünk volna egy ilyet mindenképp hozni, hogy saját magunk is tudjunk ilyeneket készíteni. Ha láttátok, amikor ettünk bárhol bármit Walt Disney World-be, láttátok, hogy a ranch szósz az a minden. Mindenre ráöntöttük, mindent belemártottunk, hogy hoztunk kétféle ranch fűszerkeveréket, kipróbáljunk melyik a finomabb, egy kis író kell hozzá, és már is kész. És amit elfogyott már a március óta elhasználtunk, ez az Everything fűszerkeverék, mindenféle magvak vannak benne, Everything Bagel, bocsánat, mindenféle magok vannak benne, bármire lehet szórni, egy kis leveles tésztára, sajtkrém, és akkor csak megszórod bele, jól megpirulnak a magok, isteni jó, úgyhogy egy ilyet is hoztunk. És fantasztikus újdonságot fedeztünk fel, van egy étellenc a Taco Bell, ahol most ugyan nem ettünk, de amúgy nagyon szeretjük az ottani fűszerezésű ételeket, és már lehet kapni az ő fűszerkeverékeiket is a szupermarketben, úgyhogy hoztunk egy-egy tasakkal, hogy megkóstoljuk, hogy milyen. Úgyhogy nagyon örülünk neki, így egy kicsit elhozhatjuk magunknak a Taco Bellt ide is. Ezeket vásároltuk az üzletekben, és most jöjjenek a... táskák, szatyrok, bevásárló eszközök. A Trader Joe's-ban nem ilyen kis egyszerű ingvára szatyot adna, mint régi Tesco szatyorban, hanem képzeljétek, ilyen szuper nagy... Manós táskát, értitek? Szeptember közepén már karácsony dekorációs szatyorban kaptuk meg a vásárolt utcainkat, úgyhogy őrület jó, ezt mindenképp muszáj volt megtartani. És a Trader Joe-ban gyönyörű táskákat lehet kapni, úgyhogy mi ott folytattuk is a vásárlást a táskákkal. Sőt, bevásároltunk, majd utána megvettük, hogy vannak táskák, úgyhogy visszamentünk. Szóval, ez egy ilyen szőttes táska, gyönyörű, nagyon-nagyon jól néz ki, nagyon minőségi anyagból van. És az ilyeneket nagyon szeretjük, mert ugye ezek környezetbarátok, sokszor használatosak, és nagy terhet is elbírnak, mert ilyen jó vastag szőtt fülük van. Úgyhogy hoztunk egy ilyet, Trader Joe's. Őszi mintájú őszi zöldségek mintában. Na! Zöldségősz minta! Tessék. Igen! Nagyon szupi! Aztán itt van ez a gyönyörűség, ilyet már vásároltunk korábban, 2019-ben, imádjuk. Van rajta ez a kis patkányféleség, nem tudom mi. A hátulján pedig unikornis bagollyal. Hát beszarás, milyen cuki, imádom. Nagyon jó. Nagyon jó, és jó mély. Nagyon jó. Ezek mind ilyen sokszor használatos szatyrok. Aztán szintén Trader Joe's, ugye ennek a rövidítése. Narancsok, ugye Floridából. És a másik oldalán pedig Alligator. Szintén ugye Floridából. Flamingo. Minden élő Floridára. Igen, Florida jelenző. Élővilág. Ez is nagyon szuper. Jó nagy szatyor. És zárásként egy klasszikus Trader Joe's táska. Piros-kék témával. Nagy, imádom ezt a színkombót. Tehát annyira jól összeillik ez a kékes szín. Nem pont teljesen kék, de kékes szín ezzel a gyönyörű pirossal. Szupi. Ez is nagyon jó, tartós, úgyhogy imádjuk az ilyen szatyrokat. Mi azért szoktunk például szatyrokat hazahozni, mert így amikor vásárolni megyünk, akkor tudunk emlékezni arra, hogy de jó, ezt innen hoztuk, és milyen király, hogy ebbe tudunk most pakolni. Úgyhogy mi ezért szeretjük nagyon. És amikor tömtöm egy szatyor, tök jó ügy arra, hogy visszamenjünk újakat venni. Igen, nagyon szuper. Hú, jó hosszúra sikerült ez a videó, nem gondoltuk, hogy ennyire hosszú lesz, de ez volt az első haul videónk. Ha még itt vagytok velünk, akkor nagyon szépen köszönjük, nyomjatok egy lájkot, hogy tudjuk, írjátok le kommentbe, hogy mi tetszett a legjobban, mi az, amit szívesen vásároltatok volna ti is.
És iratkozzatok fel a csatornánkra, nagyon sokat jelentene nekünk, hogyha nyomnátok egy kis csengőt és egy értesítést kapjatok a következő videóinkról. Kövessetek minket Instagramon, és Viktor állandóan tölti fel Instagramra a fotókat nektek, úgyhogy reméljük, hogy ott is már a hátizsákos családunk tagjai vagytok. Ha még nem, akkor légy, iratkozzatok fel, és kövessetek minket Instagramon is. Ott láthatok olyan termékeket is, amit itt nem mutattunk be, mert elfogyott Floridában. Elfogyasztottuk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok! Sziasztok!